Csehország, mint az Európai Unió tanácsának soros elnöke szeptember 9-ére Brüsszelbe összehívta az Európai Unió energiaügyi minisztereinek rendkívüli tanácskozását, jelentette be József Sikela, cseh ipari és közlekedési miniszter hétfőn Prágában egy sajtótájékoztatón. A rendezvényen megvitatják az Európát jelenleg sújtó energiaválságot és megoldásának lehetőségeit. A miniszter az energiaválságért Oroszországot és Vlagyimir Putyin orosz elnök politikáját tette felelőssé. A másik tanácskozási pont a világot sújtó szárazság lesz, ami nagyban megnehezíti a vízerőművek működtetését egész Európában. A találkozón megvitatják továbbá Franciaország jelenlegi helyzetét is, ahol különböző okokból leállt az atomerőművek mintegy felének működése.